2018 a családok éve, ezért országszerte egyre inkább nő az igény, nem csak a bölcsődék, az óvodák iránt is. A kormány ezért egyre több férőhelyet hoz létre a gyermekek számára. Nem csak új óvodák épülnek, a régiek is sorra újulnak meg. Ez a tendencia nem csak országosan figyelhető meg. Szabolcsban is azt láthatjuk, azt tapasztaljuk, hogy egyre növekszik a férőhelyek iránti igény, egyre növekszik a bölcsőde óvoda iránti igény, hiszen egyre többen dolgoznak a gyerekek mellett, és azt is tapasztaljuk, hogy nő a gyermekvállalási kedv, egyre bátrabban vállalnak a fiatalok gyermeket, és ezért természetesen szükség van ismét több bölcsődére, óvodára. Ezt támogatjuk azzal, hogy egy nagyszabású bölcsőde és óvoda fejlesztési programot indítottunk el, több mint 100 milliárd forintot fordítunk erre a célra országos szinten. Bölcsődéknél már több mint 16 ezerrel megnőtt a férőhelyeknek a száma, az óvodáknál 9200-zal több férőhely van most, mint néhány évvel ezelőtt. Tehát mondhatom azt, hogy ütemezetten egész jól haladunk, de még nem dőlhetünk hátra, még nem vagyunk ennek a munkának a végén, hiszen azt szeretnénk, hogyha minden bölcsődéskorú gyermeknek, ahol a szülők dolgoznak és igénylik ezt, lenne bölcsődei férőhelye a közelben. Az ilyen fejlesztések célja a foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, munkába állás segítő intézmények létrehozása, valamint a közszolgáltatások fejlesztése. Most ennek is eleget téve 270 millió forintos Európai Uniós forrásból újult meg Nyírteleken a Kastélykert óvoda és bölcsőde. Három részből állt ez a fejlesztéscsomag. Az egyik a régi épületet újította meg, sokkal bővebbek lettek a terek, illetve lett egy új rész, ami két színből áll, lifttel, gyermekmosdókkal, fejlesztőszobákkal, logopédiai szobával, orvosi szobával, és sorolhatnám még, nagyon-nagyon sok mindent létesült itt, illetve az udvarra költöttük ennek közel 10%-át, ahol fejlesztőjátékokat kaptak a gyerekek, és mindennemű igényük kielégítésre került ezáltal. Ezeket a játékokat és fejlesztőszobákat körülbelül 150 gyermek használhatja majd. A beruházás pályázata 2017-ben lett sikeres, idén márciusban megtörtént a bejárás, most pedig hivatalosan is átadták. Azonban a térség más településein is hasonló mértékű fejlesztések kezdődtek. Most éppen 4 óvoda épül, Kávavencsellőn, Paszabon, Bercelen és Tiszadadán, és már van, ahol átadtunk óvodát, vagy újat, vagy felújított óvodát, így Ibrány, Kálmán, Háza, Búj, ezeket a településeket tudom megemlíteni, és természetesen tovább folytatjuk az óvodai felújítási programot, vagy uniós forrásból, mert ez éppen Nyírteleken uniós forrásból valósult meg, vagy akár hazai forrásból is. Az óvoda fejlesztése Nyírtelek számára fontos mérföldkő, hiszen így egyre élhetőbb kisvárossá válik a település. A népesség megtartó erőt növelte a 2017-ben átadott kerékpárút is, amelyen most már biztonságosan megközelíthető két keréken is a megyeszékhely.